Köszöntöm Önöket! A terhesség már önmagában is egy csoda. Az ikerterhesség többszörös csoda. Az ikrek születése speciális családi helyzetet teremt. A gyermekek szoros kapcsolatban nőnek fel. Különleges kötődésük egy varázslatos kapcsolat. De hogy számukra az ikerség mennyi örömöt, esetleg gondot jelent, mai adásunkban megtudhatják. Ugyanis ma az ikrek különleges világába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk! Na hát itt ülünk egy iker gyerekes anyukával, akik ugye két petélyűek. Mi volt, mikor megtudtad, hogy egyáltalán ikreket vártok? Az az igazság, hogy az első ultrahangon, ami olyan 6-7 hetes ultrahang volt, hát ott mi csak egyet mondtak. És a második ultrahangon 20 perc után a doki még nem szólalt meg, hát már persze sokba voltam, hogy valami baj van. És akkor mondta, hogy nem, semmi gond, nyugodjak meg, csak nem tudja, hogy közölje, hogy hát ők ketten vannak. A fiú-lányt nem tudtam elképzelni, és 21 hetes ultrahangon, akkor megmondták, hogy ugye egy fiú, egy kislány, már szinte biztos, és akkor ők már 38 hétre normális testsúllyal világra jöttek. Hogy képzeljünk el egy ilyen terhességet? Én tudom, milyen érzés ez, amikor ott mocorog bent egy gyerek. Hogyan képzeljünk el egy ikerterhességet, talán amikor két petélyűek? Mit érzel belül? Például az Attilát, ugye tudtam, hogy a fiú hol fekszik, illetve a lány. Hát Júcsika, mint most is, ő ez a nyugodtabb, kis csöndesebb. Tehát ahogy megszülettek, nagyon vicces, mert tényleg olyan, hogy Attila a karakán, abból kiviszi, amit akar. Júcsika pedig inkább odaadja a játékokat, engedi. Mi volt, amikor hazakerültetek a kórházból? Nagyon vártam a hazakerülést, ott ugye a kórházban már megkaptam őket, amint már jobban lettem, harmadik nap már éjszaka is velem voltak, hát mondhatom, hogy ez ilyen 48 órás ébrenlét. Hogyan képzeljünk most egy napotokat? Rendes ilyen menetrendem van a napra vonatkozóan, vannak ilyen B-terveim, amivel le tudom őket foglalni, C-terv, stb. És az ABC-t fel lehetne sorolni. Reggel ugye fölkelek és a nagyokat elindítjuk iskolába, tehát először megy a csengém, aztán megy a gimibe a Dórám, és elkészítem a reggeliüket, és kb. Ők 8 körül már fel is kelnek. Megreggeliztettem, ne, borulj rá! Buta! Ne verekedj, gyere ide! A reggeli után, ha jó az idő, azt mondjuk imádjuk, mert az udvaron eszméletlen jókat tudunk motrozni, trambulinozni, tehát ilyenkor nagyon jót szoktak kint játszani, homokozunk, mindent bevetünk, csak hogy el legyenek. Tehát ezt így kb. Így nézem az órát, és várom azt az 1:30-2-t, amikor jön az altatás. Az vagy babakocsiba megy, jobb esetben, ha jó idő van, vagy pedig egyszerre akkor elaltatom őket időben. És akkor ott készülök a nagyok hazaérkezésére, tehát olyan akkor van a főzés, stb. Működik az, hogy egyszerre elalszanak? El tudják egymást altatni? Vagy nincs olyan, hogy az egyik már egy picit bealudt, és a másik meg még fölébreszti a másikat? De, hogyan képzeljük például egy ikeraltatást? De hát babakocsiba egyszerűbb. Babakocsiba addig tologatom őket, vagy a mama addig szokta azt, azért ő átvállalja nagyon gyakran az altatást, hogy a babakocsiba beteszem őket, és akkor és ott általában egyszerre elalszanak, vagy biciklivel szoktuk őket vinni, már most, hogy nagyobbak, ott is elalszanak egyszerre. Fölébresztik egymást? Igen, éjszaka főleg, igen. Ha gyors nem adom oda a teát, vagy ha valamiért fölsír, vagy mikor a foguk, ugye a kis fog miatt volt probléma az egyiknek, akkor igen, fölkeltette a másikat, és akkor egyszerre kettőt altatok vissza. Most mennyi idősek? Beszéljünk egy kicsit arról legyen. Hatodikán lesznek 2 évesek. 2 évesek lesznek, és mi a különbség? Mind a ketten beszélnek már? Júcsika fogékonyabb, és Attika mond valamit, akkor nagyon cukin kijavítja. Hát nálunk az apa, azt ugye mi a nagyok is úgy hívják apát, hogy apa, Júcsika nem, neki apuci, és így mindegyiket kijavítja, hogy nem apa,
apusi, akart menni egyik napcipőt ráadtam, és még nem érkeztem a fölsőt, mert hát a kimenetelünk is az egy, hogy mondjam, egy feladat nekem, hogy mind a kettőt még fölöltöztettem minden, de kiment Atika, és Júlcsika utána szaladt, hogy Atika, Sapi! És nagyon, tehát ő gondoskodóbb, nagyon cuki, nagyon ért mindent. A férfiak, hát ugye, hát őt van egy-két dolog, ami úgy nagyon érdekli, abban nagyon jó, de igazából nem beszél úgy, mint Júlcsi. Hogyha megnézem, van most három lányotok és egy fiatok. A három lány mennyire kényezteti el például a kisfiút? Nagyon. Nagyon. Hát a középső, a Csenge, ő mikor például húsvétkor is beöltöztettük, így megálltak, és Ati, és szerelmes vagyok beléd. A Dóra 13 éves, de hát imádja fölzzel. Júcsit azért, mert ő a legkisebb, ő a legcukibb. Rájuk tudod őket bízni? Igen. Volt már ilyen, igen. Hogy... Teljesen rájuk merem bízni. Dórára föl, tehát olyan szinten tudja, már csak a nyöszörgéséből is szokta apát kijavítani, hogy apa, szerintem most nem te kell neki, hanem ki akar menni. Szóval, hogy ezeket a jeleket ő teljesen veszi. Teljesen. Azt mondom neked, hogy ikerpár, vagy egy szimpla harmadik gyerek, mit mondanál? Ikerpár. Nagyon nehéz, tudod, az elmúlt két év az felér az első két gyerekem özbeni felnevelésével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehéz, viszont annyira különleges. Tehát én tudom ezt, hogy ezt nem mindenki élheti át, és tényleg egy ajándéknak veszem. Meg lehet-e különböztetni azt, hogy Júlcsi csak a lányos játékokkal játszik, Ati csak a fiúsokkal? Ezt lehet, nem szedik el egymástól? Nem. Nagyon-nagyon érdekes, mert soha nem tanítottuk például Attilával, hogy na most te autózz, mert ugye eddig csak lányos játékaink voltak a két lány miatt, kevés autónk volt, viszont komolyan szerintem így benne van, hogy ő fiú. Kint is, mikor az utcán vagyunk, jön egy busz, hát Attika sokban van, vagy egy kamion, a kukás autót minden csütörtökön megvárjuk, egész míg elmegy az utca végéig, integetünk neki, tehát ő teljes talpig fiú, férfi fiú, Júlcsika pedig igen, a baba, tehát ő pedig igen talpig csaj. Mennyire volt nehéz beletanulni? Olvastál utána, hogy hogyan kell ikrekkel viselkedni, vagy egyszerűen az ösztöneidre bíztad a dolgot? Nem féltem, tehát így félelem nem volt bennem, hogy hogyan fogom, vagy mit fogok velük csinálni, vagy ilyen azért már abszolút nem. Tehát a kettő nagy, meg támaszkodhatok ugye a férjemre, ő azért tisztába teszi őket, megeteti őket, elviszi őket bicózni, tehát nem idegenkedik el attól, hogy most babák. Persze sok munkája van, ritkán van itthon, dolgozik, de amikor itthon van, akkor maximálisan megpróbál besegíteni, hisz ő is tisztában van vele, hogy kettő az nem egy. Mit gondolsz, hogyha eljön az óvodai időszak, vagy az iskolai időszak, akkor mit gondolsz, egy csoportba érdemes őket beiratni? Mindenképpen szeretnénk egy helyre, egy csoportba, iskolába, egy osztályba, mindent szeretném, hogyha együtt. Nagyon érdekes, mert ezt sem tanítottuk velük, de például, ha kint játszanak, és valamelyik elesik, rögtön szalad oda a másik, és fölsegíti. Először is egy bemutatkozást kérnék tőletek. Én Gál Petra vagyok. Én pedig Gál Dóra. Tudjátok-e, ki az idősebb közületek? Igen, én vagyok. Egy perccel idősebb vagyok. Igen. Mi volt az első reakciója a többieknek, amikor megjelent két egyforma kislány? Hát igazából szerintem a felnőttek jobban észreveszik, mint a gyerekek. De meg tudtak titeket különböztetni? Milyen emléketek van erről? Hát a felnőttek azok kevésbé. Nekik mindig gondolkodni kellett, hogy melyikünk. Éreztétek-e azt, hogy valamiért veletek másként bánnak, mint a társaitokkal? Hát... mindig egy helyre, például egy helyre ültettek, meg
egymás mellé. Együtt táncoltunk, meg ilyesmi. Ez zavart titeket különben? Akkoriban nem. Mikor kezdtetek nagyon-nagyon különbözni egymástól? Első osztálytól kezdtünk el változni, és hát azelőtt nagyon hasonlítottunk. Utána a negyedik osztályban már elkezdtünk változni a személyiségben is, meg viselkedésben, kinézetre is. Volt, amikor kisebbek voltatok, kihasználtátok az egyformaságot? Nem igazán, mert akik ismernek minket, azok teljesen meg tudnak minket különböztetni. És igazából nem is nagyon próbálkoztunk azzal, hogy összekeverjenek minket. Jó, volt olyan, hogy valamelyik barátunkkal viccelődtünk, hogy melyikünk melyik, de úgy komolyabb dolgokban nem igazán. Mikor kezdett el zavarni, hogy egyforma ruhába jártok? Alsó osztályokban általában egyforma ruhába öltöztünk, aztán ilyen hatodik osztály körül voltak egyforma ruháink, de nem egyszerre hordtuk. Mennyire vagytok barátnők? Teljesen. Szerintem mi vagyunk egymás legjobb barátnői, mert mindent tudunk egymásról, és nem is tudunk eltitkolni egymásról el semmit. Mindent megbeszéltek? Ezt úgy képzeljük, hogy bármi történik a másikkal, azt megbeszélitek együtt? Igen. Mindent. Tényleg különben mennyire közös a baráti társaságotok? Most már nem igazán, mert ugye most külön osztályba járunk, szóval mindkettőnknek vannak külön más barátai. Mi az, ami érdekel titeket? Mik szeretnétek lenni, ha nagy lesztek? Én pszichológus. Hát most már én is pszichológus, de eredetileg az állatorvosi volt a fő cél, viszont most elkezdett a pszichológia is érdekelni. Mennyire érzitek meg a másik baját? Hát azt eléggé. Amikor külön táborokban voltunk, akkor is például én megéreztem, amikor Petra rossz kedvű volt, és akkor felhívtam és beszéltünk. Nem tudjuk, de valahogy érezzük, hogy valami lehet, és akkor ha beszélünk, akkor kiderül, hogy van épp szomorú, vagy más ok van, ami miatt nem érzi jól magát. Hogy képzeljünk el titeket? Van közületek az egyik, aki nem tudom, mindig rendet rak, a másik kicsit szétszórtabb, és a másik után pakol. Én sokkal energikusabb, meg szétszórtabb vagyok, meg néha szeleburdibb is. Petra meg, hát ő nyugodtabb, sokkal nyugodtabb. Félénkebb. Igen. Ki az, aki a másikra hárítja például a mosogatást? Van ilyen? Igen. Tényleg van? Igen. Tehát ezt próbáljátok elosztani. Ha valamilyen ajándékot kaptatok, azt mindig megosztottátok a másikkal? Például, ugye mivel most már külön osztályba járunk, és akkor szülinapunkra vagy névnapunkra kapunk egy táblacsokit, vagy épp bármi mást, amit meg lehet osztani, akkor mindig általában megosztjuk egymással. De most hogyan képzeljünk el még kisebb osztályban egy tanulást nálatok? Engem az nagyon érdekel. Külön asztal, vagy lesek a másiktól? Állandóan együtt tanultunk. Igen, alsóban mindig. Most is együtt tanulunk, hogyha van közös tantárgyunk, akkor együtt szoktunk tanulni. Dolgozatokra is együtt szoktunk felkészülni a közös dolgokból. Igen. Segítünk egymásnak, ha valaki lemaradt, akkor elmagyarázzuk egymásnak, és ez kisebb korunkban is ugyanígy volt. Felkérdezzük egymástól a házikat, meg a dolgozatok témáit, meg ilyesmi. El tudnátok képzelni az életeteket, úgyhogy a másik nincs ott. Mi az, ami a legjobban hiányozna? Az, hogy van valaki, aki nagyon közeli, és hogy tényleg teljesen mindent tud rólad, olyan, mintha te lennél egy másik emberben teljesen, és megbízhatsz benne, és nem olyan, mint egy barát, vagy épp egy szülő, hanem tényleg, aki ott van minden egyes percben veled születésed óta. Volt-e már olyan, hogy mondjuk egyszerre tetszett valaki nektek? Igen. Igen. Tényleg? Igen, de nem, hát nem gyakori. Különböző. Más az ízlésünk. Rá tudjátok egymást szedni valamire? Hát igen. Hogyha kedvesen nem megy, akkor... hát akkor kevésbé kedvesen, de meg tudom győzni. Ritkán, de meg tud. Mennyire tudjátok erősíteni egymást? Mindig erősítjük egymást, hogyha mondjuk az egyikünk valamiben teljesen bizonytalan, akkor hogyha mondjuk ott van a másik, akkor valahogy az több erőt ad, és jobban tudunk bízni önmagunkban, és abban, hogy az adott dolog, amit el szeretnénk érni, az sikerül.
Történt veletek valami olyan, ami csak így az ikerpárokhoz kapcsolódik? Van, hogy mondjuk egy teremben vagyunk mondjuk az iskolában, és akkor beszélgetünk, de nem szavakkal, hanem így fejmozgatásokkal, meg így a szemünkkel, és akkor ugye megértjük, hogy mit szeretnék, és akkor mások csak néznek, hogy na vajon mit csinálunk. Például, amikor dolgozat van, és pont egyszerre írjuk, akkor egymás mellett ülünk, és ugye másokkal ez nehezebb például lesugni egy választ, mert akkor rá kell nézni, mi meg csak nézzük a lapot, és akkor beszélünk magunkban, és ugye akkor a másik azt hallja, és úgy segítünk egymásnak. Ez csodás! Mit gondoltok? Elválaszthatatlanok vagytok? Bizonyos mértékben igen. Hogyan képzelitek a felnőtt kort? Mi van, hogyha egyikőtök valahová messze kerül el, és nem tudom, több kilométerre egymástól? Szerintem akkor biztosan hiányzunk majd egymásnak, de vannak olyan dolgok, amiket csak Dórával tudok megbeszélni, és senki mással, és akkor szükségem lesz rá is azokra a tanácsaira, amiket majd tud adni. Meg szerintem nem igazán hagynánk itt egymást. Vagyis hát nem utaznál az egyik, nem költöznél az egyik sokkal messzebb, mint a másik. Igaz, hogy nincs itt a kedves testvérpár, mert hogy ti is két petélyű ikrek vagytok, de hát itt van Szilvia, aki tud nekünk arról mesélni, hogy ők hogyan élték meg, illetve most már hogyan élitek meg az ikerséget. Hát rögtön az első kérdésem az az, hogy ki az idősebb nálatok? Természetesen a bátyám, az ikerpárom fiú. 15 perccel hamarabb született. Nálatok a családban vannak-e iker párok? Az én családomban egyről tudok, anyukámnak a nagyapjának a második házasságából volt egy iker pár, de a szüléskor az egyik meghalt, és a másik pedig az lett az én keresztapukám, úgyhogy a keresztapámnak is volt egy iker párja, csak ő szülésben meghalt. Édesanyád mit mesélt arról? Mi volt az első reakciója, amikor megtudta, hogy ikerpárt vár? Hát mikor megtudta, hát úgy mesélte, hogy örült nekünk, kicsit meglepődött, de nagyon örült, hogy ikrei lesznek. Akkor még nem volt ultrahang, mikor mi születtünk, de 3 hónapos terhes korában már mondta neki a szülésznőgyógyász, hogy ikrek lesznek. Erős szívhangunk volt, és lábtól feküdtünk, így feküdtünk egymásnak, a hasába anyunak, és külön érezték mind a két fejecskét, lábat, és csak azt nem tudta, hogy fiú, meg kislány lesz, vagy két fiú, két lány, csak mikor megszülettünk, mi voltunk a meglepetés, úgyhogy fia is lett, lánya is, és még van egy bátyánk nekünk. Te hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Miben volt jó, hogy volt egy ikertestvéred? Vagy jó volt-e egyáltalán lányként? Nagyon jó volt, különleges érzés mai napig. Azért tudom megkülönböztetni, mivel ikerpárom is van, meg testvérem is. Hamar észrevette már édesanyánk is, hogy mennyire szeretünk együtt lenni, mennyire érezzük egymást. Nem volt velünk soha gond, mert nagyon szerettünk együtt lenni. Észrevette anyukám, mikor egy pár hónaposok voltunk, külön akart venni minket, ahogy külön aludjunk, hogy kényelmesen legyen nekünk, és nem tudtunk egymás nélkül már aludni. Óvodába is csak egymás mellett ültünk, együtt szerepeltünk. Én tanítottam meg elemét enni, járni, inni. Anyáskodtam felette, ő tűrte, én meg élveztem. Hogyan játszottatok egyáltalán együtt? Csak a lányos, fiús játékok, vagy mi volt az, ami... Két bátyám volt, és én inkább fiús lány voltam. Ugyanúgy fociztam velük, ugyanúgy autókkal játszottunk. Sőt, volt olyan, mikor még óvodába jártunk, hogy elmentem velük locsolódni, és nadrágot kértem magamra, és mentem locsolódni elemére. Ki házasodott meg először? Te mentél elő férhez? Persze, hogy én. És ő mit szólt akkor ehhez, hogy... Nem volt itthon, akkor volt katona.
elvitték katonának, és mire hazajött, férhez mentem. Nagyon sokat olvastam arról, hogy mennyire érzik meg az ikrek a másik baját. Nálatok ez így, hogy ti két petélyékrek vagytok. Van-e esetleg ilyen, vagy volt-e olyan, amikor azt érezted, hogy lehet, hogy a testvérednek valami problémája van, vagy ő bajban van? Ezt folyamatosan érezzük mai napig. Egyszerre voltunk betegek. Volt olyan, hogy egy nap különbséggel húzták ki a fogunkat. Volt olyan, hogy szültem az első fiamat, és jött velem szülni mind a két szülésnél. És nagyon görcsölt neki is a hasa, hány ingere volt, jött ki hozzá. Orvos adott neki gyógyszert, vizet hoztak neki a szülészet elé, mert ugyanúgy szülési fájdalmai voltak, mint nekem is. A második szülésemnél pedig akkor is elkészült, gyorsan felöltözött, a férjem szólt neki, hogy szülök. Emlékszek, hogy ülök a konyhába, beszaladt, Szilvi, nyugodj meg, most minden rendben lesz, most nem fáj semmi, ez könnyű szülés lesz, úgy is volt. Egyszerre lettünk szemüvegesek, most 7 évvel ezelőtt egyforma szemüvegre volt szükségünk. Egy osztályba jártatok? Igen, és egy padba is ültünk első osztálytól kezdve. Nem volt ebből probléma, hogy, vagy nem cikiztek, hogy testvérek egymáshoz, fiú, lány, vagy valami? Nem, és nem is szégyeltük, és volt olyan bizony, hogy még fogtuk is egymás kezét, emlékszek, nagyobbak voltunk is, mentünk valahová. Nem, nekünk így esett jól, és nem is érdekelt ki, mit mond. Ő engedékenyebb volt, nekem hagyott teret. Nem irítkedett a bátyátok rátok, hogy ti köztetek valamilyen más kapcsolat van, vagy beengedtétek egyáltalán a ti kis kapcsolatotokba a bátyátokat? Nem tudott azonosulni velünk. Azt mai napig még eljátsszuk vele, hogy mi a szemünkkel meg tudjuk beszélni, mit akarunk, meg se szólalunk, a bátyák meg még azt se tudja, hogy mit akar. Nagyon különleges módon tudjuk egymást érezni, megmagyarázhatatlan. Kaptuk ajándékba, mi meg kihasználjuk és élvezzük. Nagyon. Egy biztos. Van abban valami varázsa, hogy az ikrek összetartoznak. Akár kicsi babák, akár iskolások, akár felnőttek. Ez egy különleges létezés, hiszen már magzatként sincsenek egyedül. Kötődésük olyan erős, hogy egész életük során végig kíséri őket. Köszönjük a mai figyelmüket! A viszontlátásra!